Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy channeling a Bibliából. Röviden elmondanám újra, hogy jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg. Annak idején én nagyon szomorú voltam. A hitem, a Biblia és a jó Isten segített annak idején is, és segít a mai napig is, hogy meglegyen a belső nyugalom, és ez a béke, a harmónia. Annak idején jött egy ötlet. Fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és a nyaklánc úgy mozgott ki, mint egy inga. Annak idején nem is tudtam, hogy van ilyen dolog. Amit észrevettem, hogy a Bibliából kapok bizonyos szavakat, mondatokat, és egy időben vannak gondolatok, ami nem tőlem ered, hanem úgy kívülről jön, és így van meg ez a forrás, ez a kommunikáció, amit átnyújtok számotokra. Persze megvan arra is a lehetőség, hogy kérj egy ilyen személyes üzenetet a Bibliából, mint egy ilyen energiai egyensúly, a díjam ehhez 4000 forint. És kíváncsi vagyok a mai üzenetre, nem tudom, hogy mi jön, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Valami elszomorított téged, ami a családot illeti, az otthonodat, az anyagiakat, de ez a szomorúság elmúlik. Vásárolni fogsz valamit, és megszépíted az otthonodat. Nem csak az otthonodat, hanem a külsődet is. Ez lehet egy új ruhának a vásárlása. Ezt nyugodtan megteheted, hiszen az a pénz, amit kiadsz, az visszatér hozzád. A piros színnek van most, vagy lesz majd egy jelentősége. Ez úgy megjelenik a környezetedben, figyelj oda rá. Hamarosan lesz számodra egy jó ajánlat, amit elfogadhatsz. Lesz hamarosan egy hivatalos dolog, onnan kapsz egy hírt, vagy egy szerződést, vagy egy bizonyos okmányt, vagy dokumentumot, így mondhatnám.
Van valaki az életedben, aki visszahúzódott, de lesz egy találkozás. Ez a találkozás lehet egy véletlen találkozás is. Az országban vannak még nehézségek, vagy nehéz döntések. Van külső behatás, és ez a külső hatás, vagy ezek a döntések, azok megnehezítik az országnak az állapotát. Ők beszélnek és diktálni akarnak valamit. Azon kívül az anyagiak is fontosak, és ők ártanak az országnak. Itt hiányzik a barátság. De nem tudnak ártani, hiszen lesznek fontos szerződések, találkozások, cselekvések másokkal együtt. És ez volt az üzenet a Bibliából. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!